Hello, szia, Korpenyők, Rory vagyok, és kijöttem megint a tengerpartra. A mai videómat megint itt csinálom. Igazság szerint, és hát felvettem az egyik kedvenc pólómat, amit nemrég a feleségemtől kaptam, hogy ez a napsütötte. Hát gyakorlatilag majd, hogy ugyanez van mögöttem, mint ami a pólom van. No, a mai videóban igazság szerint pontosan arról akarok beszélni, hogy mik azok a fenomenális termékei gyakorlatilag a Sammaninak, ami ugye egy teljes mértékű, hát hogy is mondjam, megváltoztatja ezt az úgynevezett hálózati network marketing iparágat, és hát gyakorlatilag ez erről fog szólni a mai videóm. Ugye a Sammaninak két terméke van, és mind a két termék az termelő eszköz. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen nagyon sokat dolgoztam én is korábban termékes üzletben, ahol havi szinten el kellett adni, értékesíteni kellett, amivel semmi gond nincsen igazság szerint, de nyilván nem igazán lehet egy lapon említeni egy termelő eszközzel. Ugye mi a termelő eszköz? És akkor először is rakjuk tisztába ezt ebben a videóban nagyon röviden, és utána fogok beszélni egy picikét a termékekről, mert egy másik videóban majd egy picikét mélyebben bele fogok menni magukba a termékekbe, a termelő eszközökbe. Tehát mi az, hogy termelő eszköz? Gyakorlatilag ez egy olyan termék a piacon, amiben te beruházol, és a beruházásod az egy termékben fog landolni, és ez a termék neked pénzt fog termelni valamilyen módon. Tehát az, hogy termelő eszköz, az azt jelenti, hogy pénzt fog termelni a te beruházásod. Ez mindig egy termék, és nem egy financiális befektetésről beszélünk, ezért nem is beszélünk a Sammaniban befektetésről, hanem beruházásról beszélünk, hiszen minden esetben termékbe fog, gyakorlatilag terméket fogsz kapni. Ugye a Sammaninak a termékei azok nem olyan termékek, mint mondjuk más termékes cégekért, tehát nem vitaminokról vagy kozmetikumokról beszélünk, hanem ugye két termelőeszközzel dolgozunk, az egyik termelőeszköz az gyakorlatilag az elektromos áramnak a profit részesedése. Ugye az elektromos áram, sokan mondják, hogy úristen, nem lehet megfogni a termékünket, hát az elektromos áramot jobb is, hogyha nem fogod meg, ezt hidd el nekem, főleg, hogyha mondjuk én most, aki a vízben áll, ugye a tengerben állok, nem biztos, hogyha megfognám, hogy az elektromos áramot, akkor jól járnék vele. De ami a lényeg, hogy ugye a Sammaninak naperőművei vannak, ugye a világpiacon jelen pillanatban Németországban és Magyarországban vannak a naperőmű parkaink, még nagyon sok naperőmű parkot fogunk telepíteni. Ugye ez fent is van a weboldalon, tehát a weboldalon ezekről külön információkat tudsz kapni, de ami a lényeg az egészben, hogy maga ugye a naperőmű park, a nap által ugye energiát termel, ezt konvertáljuk elektromos áramba, ezt eladjuk az államnak, és ebből az úgynevezett profitból tudsz te részesedni abban az esetben, ha az első termékünkben az úgynevezett szolár wattokból vásárolsz gyakorlatilag magadnak. Mi úgy hívjuk, hogy wattok, tehát vásárolsz wattokat, 1 watt 2 euró a rendszerbe, és amikor megvetted ezeket a wattokat, akkor kapsz egy 25 éves szerződést a cégtől, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve ez a egység, ez a watt egység neked 25 éven keresztül fog passzív jövedelmet hozni. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly, hosszú távú rizikómentes. Miért mondom, hogy rizikómentes? Nagyon egyszerű, csak gondolj bele, hogy 5 év, vagy 10 év, vagy 20 év múlva ugye kell-e majd áram az embereknek. Nézd, hogyha nem lenne áram, most semmi nem lenne, ugye? Tehát persze nyilván vannak olyan területek a világon, Afrikában és még akár Ázsiában is elmaradottabb területek, ahol mondjuk nem biztos, hogy van áram, ellátás minden nap, ugye mi ezért is dolgozunk az ENSZ-nek a Global Compactja, hogy minél hamarabb el tudjuk juttatni az elektromos áramot minél több helyre. Sokan megkérdezik, hogy mi lesz ezzel a céggel 10 év múlva. Nem tudok rá válaszolni, de egy dolgot tudok, hogy elektromos áram biztos, hogy kell. Ami azt jelenti, hogy biztos vagyok benne, hogy létjogosultsága lesz a piacon a cégnek, illetve magának ennek a terméknek, ami az elektromos áram. Gondold bele, ma jelen pillanatban a világpiacon a szolár lefedettség az 1%. A többi az még mindig foszilis energiából megy, és hát ha belegondolsz, hogy az 1% az nagyon kevés, ugye az esztimáció az jelen pillanatban azt esztimálják, hogy kb. 15-20 éven belül ez föl fog menni 30%-ra, és az esztimációban nem rakták bele az elektromos autókat. Tehát igazság szerint
az elektromos áram, mint ilyen, az elképesztően fog kelleni a jövőben is, hiszen ezzel fogunk mindent elintézni. Gyakorlatilag ma már minden ezzel megy. Ha nem lenne elektromos áram, most nem tudnék hozzád beszélni ebbe a kamerába, és nem tudnék neked érdekes információkat adni, úgyhogy ezért nagyon fontos az elektromos áram. Szóval, ez az egyik termékünk, ugye az elektromos áram. A másik termékünk, ugye a Summoners belelépett a digitális valutáknak a világába, nem véletlenül, és majd ezekről még fogok nyilván kicsit összetettebben is beszélni, de ami nagyon fontos, ugye a digitális valuták világában a legnagyobb probléma az energia, és ez volt. És a Summoners megtalálta a részt a piacon, gyakorlatilag gondold el, saját naperőműveink vannak, amiből átvezetjük az energiát az úgynevezett digitális valutáknak a bányászatába, vagy kriptovaluta bányászgépekbe. Innentől kezdve nekünk nincs ez a problémánk, amit jelen pillanatban rengeteg cég elszenved a világpiacon, nincsen saját energiájuk, és így nem tudnak, vagy nem éri meg nekik bányászni. Úgyhogy mi így csináljuk a bányászatot. Nem fogok most a részletekbe belemenni, ez egy 2 éves szerződés a cégtől, 2 éven keresztül gyakorlatilag a cég neked megcsinálja a bányászatot. Minden havi kifizetésben van a rendszerben, ez nagyon-nagyon fontos. Mind az úgynevezett wattok után járó szolárjogdíj és a bányászat után járó, mi úgy hívjuk, hogy sun mining jogdíj, ez a kettő, mind a kettő gyakorlatilag olyan termelőeszköz, ami hosszú távon tudja neked biztosítani azt, hogy állandó bevételeid legyenek. Úgyhogy, ha úgy gondolod, hogy ezek után, vagy már nyilván nézed a videóimat, de ha úgy gondolod, hogy téged ez érdekel, akkor egyszerűen keresd meg, megtalálsz engem a Skype-on, megtalálsz engem a Facebookon, a YouTube-on, gyakorlatilag nem is nagyon van olyan platform, ahol nem vagyok ott, tehát megtalálsz bárhol, nyugodtan keresd meg, és segítek neked abban, hogy ezekből a termelőeszközökből te is tudj részesedni, és abból a passzív jövedelemből, amit gyakorlatilag ezek a termelőeszközök tudnak neked biztosítani ebben a rendszerben, hosszú távon is, és egy picit rövidebb távon nyilván ott egy nagyobb bevételről beszélünk, de ezekről még fogok beszélni. Úgyhogy szép napot kívánok neked, ne felejts el megkeresni, mert nagyon sokat tudok neked segíteni. Szia!